Alaposan átírta az idei nyarat és a szabadságokat a koronavírus járvány. A szülők egy része kifogyott a szabadságokból, így sokan fellélegeztek, amikor a kormány úgy döntött, enyhít a szabályokon, és részlegesen kinyitja az iskolákat. Az oktatási intézményekben június 16-áig zajlanak felzárkóztató órák és egyéb foglalkozások, azt követően felügyelnek azokra a tanulókra, akiknek a szülei ezt igénylik. Az iskolák ezt a feladatot június 26-áig látják el. Hetente olyan 350-360 diák, ez érvényes június második felére és július első két hetére. Ezt követően úgy látjuk, hogy csökkennek a létszámok, és a korábbi 350 tanuló után már csak ilyen 150-130 tanuló kéri a felügyeletet. Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója éppen arról beszél, hogy június második felére több szülő, július elejére eddig azonban kevesebb kérte a nyári felügyeletet gyermekének. Ez a szám azonban változhat, mivel július 15-éig lehet igényelni a nyári napközis ellátást a Tolnai megyeszékhelyen. Az ehhez szükséges adatlapot az intézményvezetők jutatják el a szülőknek, ezen lehet majd igényelni ezt a szolgáltatást. Június 26-áig minden iskola maga oldja meg diákjai felügyeletét, utána azonban a települések önkormányzatai veszik át ezt a feladatot. Szekszárdon eddig a Comenius általános iskola látta el a gyerekek nyári napközis ellátását, idén azonban ez megváltozott. A Keresztény Nevelési Alapítvány az elmúlt 10 évben magas színvonalon megoldotta az általános iskolák tanulói diákjainak a nyári felügyeletét. A 2019-20-as tanév után ezt a feladatot már vállalni nem tudja, de a város talált megoldást ennek a feladatnak a megoldására a tankerület igazgatójával és a nagyobb iskolák igazgatóival történt egyeztetések során ez meg fog oldódni. Vagyis minden szekszárdi iskola, beleértve a gyakorló iskolát is, részt vesz a gyerekek nyári felügyeletében. Minden héten másik intézmény biztosítja a napközis ellátást június 29-e és augusztus 19-e között. Az első héten a Babits Mihály általános iskolába lehet vinni az alsós, indokolt esetben az 5-6-os gyerekeket, ha a szülők munkájuk vagy egyéb ok miatt nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét. A többi héten pedig a többi általános iskola következik, a sort szintén a 3-as iskola zárja augusztus végén.